Izrael Robertnek, akár ezzel a videóval kapcsolatban vannak megjegyzéseink, vagy... Nos, hát egyrészt... Varga Viktor azt mondja az ő dalára, hogy ebben minden benne van. És ez egyébként egy pszichológiai művelet. Mert bizonyos szellemi igények, igény szint alatt ebben a dalban tényleg minden benne van. Megszoktuk azt a lírától, főleg a pop lírától, hogy ne frontálisan kommunikáljon velünk, úgy ahogyan az egyik ember a másikkal, aki odalik a másikhoz a büfében, és megkérdezi tőle, hogy te körözöttes sajtekercset kérsz, mert már csak egy van, azt szeretném én megenni. Tehát így, ez a frontális kommunikáció. De ez a lírának ez nem. Mert a költészetet összetévesztjük az igénytelen semmitmondása, amit aztán bármit bele lehet projektálni. Az igénytelen semmitmondás az azt jelenti, hogy lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, és ebben minden benne van. De igazából arra, hogy minden benne van, az csak arra lehet rámondani, amiben igazán nincsen benne semmi. Nem tudom, hogy ki látta a Felhő Atlasz című filmet. A Felhő Atlasz című film az szerintem egy ezersebből vérző film, de a legnagyobb problémája az, amikor egy rendező szeretne egyetlen egy filmmel mindenről szólni. A világ összes kérdését egyetlen egy filmben feldolgozni, és ennek az a következménye, hogy születik egy semmitmondó film, amit annyiféleképpen lehet értelmezni, ahány ember projektál rá. Ugyanis itt az érdekes ebben a helyzetben, hogy a mi tudatunk az egyszerre egy kamera és egyszerre egy projektor. És ez egy nagyon-nagyon súlyos filozófiai kérdés, hogy a szellemünkkel mi projektálunk, vagy a szellemünkkel mi forgatunk, tehát befogadunk. Valószínűleg a két dolog egyszerre szól. Nagyon nehéz megmondani, hogy melyik elsődleges. A projekció az elsődleges, vagy a befogadás az elsődleges. De egy valamit tudunk, hogy kétféle kommunikáció van. Van az a fajta kommunikáció, amelyik azt igényli tőled, hogy fogadj be. Én abban hiszek, hogy ez a kommunikáció a tisztességes kommunikáció. Ez a korrekt. Ez az, amikor van egy közlésem, és azt a közlést én el akarom juttatni hozzád. És van ez a ócska lirizálás, amit a Varga Viktor is itt előad, mert hogy ez egyébként nem az ő száma, hogy úgy beszél róla, hogy ez az én gyermekem. De ahhoz legalább vagy a szövegét, vagy az edélyét neki kellett volna írnia. Megírták neki ezt a számot, odaadták neki ezt a számot, dörzsölt producerek, ami után ő azt mondja, hogy ez az én gyermekem, de utána kapcsolat is mondta, hogy a nevelt gyermekem. Hogy hova nevelte, hogy ez lett belőle, de mindegy. Hát nagyon súlyos, ha belegondoltok, hogy projektálni azt legkönnyebben a semmire lehet. Ha kirakok ide nektek egy festményt, és azzal a projektorral vetíteni akarok rá egy ilyen szeleckizitát, abból valami katymasz lesz, és nem lesz se szeleckizita, se az eredeti festmény nem fog látszani. Mert valamire, ami eleve közöl valamit, valamire, ami eleve egy közléssel bír, arra nagyon nehéz projektálni. Nem lehet jól projektálni. Jól projektálni a semmire lehet. Hát egy ilyen fehér vászonra kiválóan lehet projektálni. Most a szerelem az valami nagyon hasonlóképpen működik. Nem tudom, hogy ismeritek-e azokat a versenyzőket, akiknek van egy ilyen nagy titok. És így nem tudjátok, hogy igazán ki ő, mert hogy ő olyan titokzatos. És az ilyenek például ezek a fanfatálok, akikben itt nagyon bele lehet szeretni. Mert hogy így nem igazán tudod, hogy ő kicsoda, és így nem tudod kifülkészni, hogy ő. És akkor ő egy tökéletes projekciós felület, tehát ő egy ilyen fehér vászon. És az emberek általában nem a másik személyébe szerelmesek, mert a másik személye az rendelkezik egy csomó jó tulajdonsággal, egy csomó rossz tulajdonsággal. Igazából nagyon-nagyon hamar így kiüresedik. Mert hogy így megismered, megszokod, és utána meg már valami más érdekel. Az ember ilyen, főleg 20. század végén, meg 21. század elején, de hát ez egy modernitás probléma, ami messzire vezet. De az, hogy az ember igazán az üres vászonra tud projektálni, az tény. Ezért lehet szerelmes nagyon könnyen az ilyen érzelmi bűnözőkbe, akik nem mutatnak magukról semmit, hanem egy ilyen nagy titokzatosságot. Őnekik általában egyetlen egy titkuk van, és ez a titoktalanság. Hát egyetlen egy titkuk van, hogy nincs titkuk, de kurvára szeretnénk, ha lenne. Ha, ki, ha,
ha kifürkészel a titkukat, hogy nincs titkuk, akkor végük, akkor megsemmisültek. Mert akkor teljesen átlátszóak lesztek, és teljesen átjárhatóak lesztek, és akkor végük, akkor elbújtoshatnak. Ezért ők folyamatosan titokzatosak lesznek, és a titoktalanságuk titkát folyamatosan titkolni fogják. Egy olyan projekciós felület lesznek, mint ez a Mászon, amire te bármit projektálhatsz. És halálosan szerelmes leszel beléjük, és nem fogsz tudni kiábrándulni belőlük, mert nem tudsz meg róluk semmit, amiből kiábránduljál. Ja, saját projekciódat folyamatosan viheted föl rájuk, az ő vászlukra. És folyamatosan szerelmes lehetsz beléjük. És újabb dolgokkal gazdagodik az ő titkuk, hiszen te benned fut a vetítő, tehát te benned fut a film, és te projektálod rájuk folyamatosan. Tehát minden reggel, amikor fölébredsz, újabb és újabb tulajdonságokkal gazdagodnak, amelyet ők titkolnak. Ezek valójában nem az ő tulajdonságaik, ezek a te gondolataid, projekted rájuk projektálsz. Most ilyen a felhő atlasz. Hát nem véletlen, hogy az a címa, hogy felhő atlasz. Fölnézel az égre, ott vannak mindenféle felhők, elképzelhető azok kontinensek, és ez egy felhő atlasz. Egy valami, ami valójában nincs se kontinens, se atlasz, felhők vannak, és te projektálsz rájuk egy atlaszt. Tehát úgy képzeled el, mintha az egy térkép lenne. De az nem térkép, nincsenek kontinensek, csak projekciók vannak. Most ezek a projekciók a magyar popzenének a rákfelé, vagy a magyar popszövegírás rákfelé az én szememben. Nem muszáj egyet érteni, de érdemes. Ott van például Ákos. Az Ákos az én szememben, tudom, hogy nagyon népszerű, és biztos, hogy a ti köreitekben is van olyan, aki kedveli Ákos, de majd felnőttök. Ákos az ezzel a projekcióval dolgozik állandóan. Tehát Ákos az, aki azt mondja, hogy én vagyok a jel, itt el nem hagynak el, számíthatsz rám. Igen, te vagy a jel? Ez, hogy valaki más helyet tartok előadást éppen? Nem. Az, hogy én vagyok a jel. Azt mondja, hogy én vagyok a jel. Ákos, ez csodálatos. És mit jelzel? De az, hogy én vagyok a jel, az, hogy te vagy a jel, az kevés. Ez kevés. De ettől még lehetsz stopptábla, lehetsz WC, bármit jelezhetsz. De ő nem tudja, ezt nem mondja el. Mert ha azt mondja, hogy én vagyok a jel, és azt jelzem, hogy éhes vagyok. Akkor ez is kurva kevés. Tehát én bármit is mondanám, hogy mit jelez, abban a pillanatban ez az egész légvár, amit ő felépített arra, hogy ő a jel, ez így kiürülne, és maradna belőle egy WC felirat, vagy valami nagyon olcsó dolog, maradna belőle egy behajtani tilos, vagy jobbra kanyarodni tilos. Tehát ez mind kevés. Amíg megmarad Ákos annál, hogy én vagyok a jel, addig te azt projektálsz Ákosra, amit akarsz, és ő tényleg messiás lesz. Csak hogy a messiás az nem ez. A messiás nem egy szélhámos, aki eljön és azt mondja, hogy én vagyok a messiás, megvártalak. Mire van szüksége? Te éhes vagy, neked enni hoztam. Te szomjas, neked inni. Te fáradt, neked aludni. Te kanos, neked dugni. Mindenkinek én vagyok a jel. Így aztán mindenki azt projektálja rá azt a megváltás eszményt, amelyben ő hinni akar. Most én ennek a show-nak a keretében, többek között ennek a ravaszdi semmit mondásnak üzenben van. Mert ez nem egy önfeled semmit mondás, amilyen az ostobáké, hanem ez egy ravaszdi semmit mondás, amilyen a szélhámosoké. Sokféleképpen lehet semmit mondani. Vannak azok, akiknek jár a szájuk, de sosem mondanak semmit. Ők általában az a félelmükkel küzdenek, hogy ostobák érdektelenek, szeretnék fölhívni a figyelmet, de nem jut eszükbe semmi. Az ilyeneket nem lehet igazán utálni, maximum szánni lehet. De a mi produkcereink nem ilyenek. Ők pontosan tudják azt, hogy a semmitmondásban hatalmas pénz van. És ebből a semmitmondásból, ugye ez a semmitmondás, ez az embereknek a tudatát nem megtermékenyíti, hanem kizsákmányolja. Az emberek tudatát nem beveti, és utána learatja, hanem kimeríti. És levegővel eteti az ember éhes vágyait. Ez az igazság. Erről szól a lehet zöld az ég és lehet kék a fűcímdal. De a dolog ebben a megközelítésben merőben tudományoskodó és merőben
merőben absztrakt, és messzire viszi el a témát. Legalábbis egy ilyen televízió műsorban. Egy ilyen televízió műsorban én úgy gondolom, hogy érdemes rámenni arra, hogy lehet-e zöld az ég. Kurvára nem lehet, és ezt mindenki tudja. Ezt mindenki pontosan tudja, hogy az ég nem lehet zöld. Nincsen olyan. És a fű sem lehet kék. És miért mondjuk az, miért hazudjuk azt, hogy lehet? Azért, mert ez is egy, kvázi ez is egy felhő atlasz. Tehát a lehet zöld az ég, és lehet kék a fű, az egy metafora. A metaforája bárminek, amit te akarsz. Te lehetnél például férfi testben születtél, de valójában nőnek érzed magad, szeretnél férfi lenni, ez egy viszonylag ritka, tehát nem egy olyan fogyasztói célcsoport, amire így érdemes nagyon rástartolni, ezért te arra énekel a Varga Viktor, hogy lehetne puncim és elmegyek egy megfelelő sebészetre, ahol én ezt meg is kapom, hiszen ezzel viszonylag kevés hallgatót szeretett, de nagyon sokan gyűlölnék ezért. Főleg a nemzeti radikálisok körében. De ő mindenkinek a vágyaira appellál. Tehát ő mindenkinek a vágyait megcélozza. Te bármit is akarsz, és mindenki akar valamit az életben. Te bármit is akarsz, amiről azt gondolod most, hogy lehetetlen, az a zöld fű. De lehet kék. Lehet kék. Mint ahogy ő is lehetett popénekes, pedig valami, nem tudom én, parasztfaluban született, vagy hol, és nem tudom, mindegy. Ez az ő nagy és épületes hazugsága. Szó volt még arról, hogy mikor merül fel a kritikus kritikája. A kritikus kritikája általában akkor merül fel, hogyha a kritikus kritizál valakit. Tehát a kritikus kritikája az nem akkor merül fel, hogyha a kritikus éppen két napja nem írt semmit, és megjelenik valaki, aki abszolút nincsen érintve, tehát nem őt baszogatta a kritikus legutóbb, mondjuk, hanem megjelenik valaki valahonnan, aki azt mondja, hogy ő kritikus-kritikus. Mert a kritikus-kritikus, az kritizálja a kritikust, az a dolga. És én alig várom, hogy legyen ebben az országban egy kritikus-kritikus, hogy nem ártana lennének kritikusok először, mindegy, majd lesz az is. Most fogalmazunk úgy, hogy legyen egy média kritikus, aki a kritikust is kritizálja, meg kritizálja a publici, egyéb publicistát, stb. Tehát, hogy legyen egy ilyen. És akkor annak az megírja a kritikáját az én kritikáimról, az én tevékenységemről, és azt fogom mondani, hogy fasza, szakmailag király. Most attól függ, hogy mit ír nyilván, de hogy ennek a helyi értéke megvan. De amikor Tévényi Tibi bácsi, akinek gyártottam egy videoblog bejegyzést a Három Kívánság című műsoráról, ahol gőzgombotot zabált Sirilla György, ezt látta valaki? Volt a Tévényi Tibi bácsinak egy köpedelem műsora, az volt a címe, hogy Három Kívánság, itt talán még egészen kicsi gyerekek voltatok, és az volt a címe, hogy jött Magyarországra, nem tudom én, David Hasselhoff, meg nem tudom én hány ilyen kvázi híresség, jött Falkó, meg még kicsoda, hát ez a 80-as években zajlott, és ezekkel kellett valamit kezdeni, ezekre kellett egy műsort építeni. És meg ezen kívül volt egy csomó ilyen szocialista cég, amelyik akarta árulni a mindenféle szarjait. Ilyen volt a gőzgombóc is. Már maga az a fogalom, hogy gőzgombóc, annyira Mirelit, hogy már hallott, hogy Mirelit. Tehát a nevéből, tudod, hogy Nagyi nem csinál gőzgombócot, Nagyi mikor csinálsz gőzgombócot? Tehát nincs ilyen étel, mert ez egy valami Mirelites cég kitalált ezt a hasánlom, egy gőzgombóc, csak ezt így el akarták adni. De még ilyen jól el lehet adni, úgyhogy Sirilla György a jégben zajló Dudában gőzgombócot eszi. A műsor nem úgy nézett, mint a műsornak az volt a hazugsága, hogy vannak ebben az országban gyerekek. És a gyerekeknek vannak vágyai, kívánságai, amiket úgy kívánnak, de nem teljesíti senki kivére. Ő teljesíti a kívánságokat. És a gyerekek kívánnak, Tévényi Tibi bácsi pedig azt mondja, hogy mi sem egyszerűbb ennél, éppen itt van történetesen David Hasselhoff. Ez a legpofátlanabb hazugság, hiszen a dolog úgy néz ki, hogy a szerkesztői a műsornak elmennek az összes ilyen koncertszervező, meg rendezői szervező céghez, akik jönnek a következő fél évben. Hát jött David Hasselhoff, Falco, hát most sokkal többen nem, viszont a nem tudom én az Eskimo nevű Mirelites cég szeretné elhozni a gőzgombócot. Nagyon jó. Akkor David Hasselhoff
találjunk ki valamit. David Hasselhoff vezessen Trabantot. Ez mégis annyira nyomorúságosan kelet-európai, hogy ő is, amikor hazamegy, azt fogja mondani, hogy bazd meg, olyan helyen jártak. Azt hittem, hogy mongólia ilyen, nincs értettem, hogy elképesztő. Beültettek egy ilyen papírszekérbe, és azt jelenti. David Hasselhoffnak, mert hogy ugye ő a kitnek a beszélő autónak a... Sofőrje volt, ő neki kellett a Trabantot vezetni. És akkor beült egy Trabantba, és ment vele egy kört, és a DVD neki üvöltötte a mikrofonba, hogy fantasztikus! David Hasselhoff egy Trabantot vezet! Mint hogy ez egy abszolút fasság. És mikor már az egész ki van találva, akkor kerestek hozzá egy gyereket. De ez a legutolsó, hogy nyilván oda mennek egy ilyen 11 éves gyerek, ez aki azért megszólalni a televízióban, és azt mondják, hogy neked egyetlen vágyad volt egész életemben, hogy David Hasselhoff Trabantot vezessen. És ezt így elmondják neki hatszor, így megjegyzi a szerencsétlen, és az egy DVD, te nekem mi a kívánságod? Én azt szeretném a DVD Tibor, David Hasselhoff Trabantot vezette. Mi sem egyszerű, történetesen itt van David Hasselhoff, itt a Trabant! És rögtön veszek. Na minden. Az a nagyon súlyos, hogyha belegondoltok, hogy ilyen ember nincs. Ilyen ember nincs. Tehát ki az az ember, nem úgy gyerek, akinek az a vágya, hogy David Hasselhoff Trabantot vezessen. Tehát nekem annyi kívánságom volt, az egyik az, hogy följussak az űrbe. Tehát nekem ilyen kívánságaim vannak. Nem az, hogy David Hasselhoff, hogy minek nő fel az, akinek ilyen vágyai vannak, hogy David Hasselhoff Trabantot vezessen. Meg is valósul azonnal. És most mi lehet ez, bazd meg? Most kell, hogy kitaláld magad, most, hogy már David Hasselhoff Trabantot vezet. És a még súlyosabb, hogy elmondoltok, hogy volt egy ugyan ilyen, hogy el kell adni a gőzgombócot, valahogy. Hát úgy fogjuk eladni a gőzgombócot, hogy kitalálunk valami olyan hülyeséget, ami csak egy gyereknek jutott az eszébe. Sirilla György, aki minden télen átúszta a jégben zajló Dunát, most is egyébként, csak most már a fiát figyel Sirilla Györgynek, és ő úszálta a jégben zajló Dunát. Ez egy ilyen franchise. Igazából minden generációnak kell egy Sirilla György a jégben zajló Dunában. És az idősebb Sirilla György úszik a jégtáblák között. Egy csónakban ott ül benne Dévi Hitili bácsi, a kamera van, valamint a hülye gyerek, amelyiknek az volt a kívánsága, hogy fasz volt ilyen kívánsága a természetesen. Volt egy ilyen kívánsága, hogy a Sirilla Györgynek egy gőzgombócot. Tál forró gőzgombócot odaraknak a jégben facogó Sirilla György elé. Nem arról szól ára a jégben úszás, hogy az jó, hanem az arról szól, hogy olyan kurvára edzett vagyok, hogy nem betegszem bele. De az nagyon szar. Hát a jégbe úszni, a Sirilla Györgynek is olyan, mint neked lenne, csak te utána meghalnál. Ennyi a különbség. Neki is olyan, mintha meghalna, csak túléli. És Sirilla György elkezdte enni a gőzgombócot a csónakból, de úgy, hogy így a gőzgombóc, így természetesen kézzel, így a gőzgombóc így esett szét a keze, és hullott bele a jeges vízbe a gőzgombóc, így próbált egy szabálya, kellett neki az a gőzgombóc, így próbált a szabálya a gőzgombóc, hogy olyan kurva idénytelen volt ez a tévéműsor, hogy a Sirilla György kézzel szabálya a gőzgombócot a jeges Dunában, és ezt kellett nézni. És hogy ez valami annyira beteg, és annyira a megfelelő jelzőt keresem, de csak az jut eszembe, hogy elbaszott, hogy ezután, amiután én elkészítettem ezt a videóblog bejegyzést erről, és megfelelően fölháborodtam ezzel, ezután bejelentkezett Dévényi Tibor, és megkérdezte tőlem, hogy ő csak azt szeretné tudni, hogy ki ez a Puzsér. És ez, hogy ki ez a Puzsér, bármiféle kritikára válaszként, három kommentből egy kommentfalon, három kommentből egy, ezt teszi föl ezt a kérdést, hogy ki ez a Puzsér. De most nem a Puzsér a lényeges, más esetben azt a kérdést teszi föl, hogy ki az a Sirilla. Most tök mindegy, most éppen
Ez a kérdés. Ez a tömegek lázadásának a kvintesszenciája, ez a kérdés. Hogy ki ez, ki az a kutyér. Ez a kritikus kritikájának, ami eleve, amit az imént megfogalmaztam, egy meglehetősen balkáni beidegződés, hogy a kritikus kritizáljuk, ez a legalja, a legmélye, a ki ez a kutyér. Ki ez a kutyér, az azt jelenti, hogy ez egy senki. Mondja ezt valaki, aki a neve helyett írja azt, hogy Punci Baszó 1985. Hiszen akkor született, és ő a Punci Baszó. Ez az ember, ő, aki ezen a dikken megkérdezi, ki az a Puzsér? Hogy ő szeretné tudni, hiszen ő a Punci Baszó 1985. És ha belegondolsz, hogy ez egy olyan korszak, amikor a tudatlansággal az emberek hencegnek. Tehát még ő nem tudja, ki az a Puzsér, ami egyébként nem probléma, mert lehet nem tudni, hogy ki az a Puzsér, de miért vagy rá büszke? Hát miért vagy te erre büszke? Hogy most nem az a lényeg, hogy én vagyok itt a Jani, de mondjuk, mit tudom én, 8 évvel ezelőtt volt egy kulturális tévéműsor, azután 2,5 éven keresztül volt közéleti rádióműsorom Budapesten, ami szélső közép demokrácia RT, apokalipszis RT címen futott, azután további 2,5 éven keresztül egy másik frekvencián volt egy filmkritikai vagy filmajánló műsorom, ami szintén rádióműsor volt, azután volt ez a jó, hát közben BPTV-ben, meg Echo TV-ben dolgoztam, meg Hír TV-ben másfél éven keresztül, meg nem, tehát hogy azért ugye dolgoztam itt ott. Nem azt mondom, hogy én vagyok a magyar média korona hercege, hanem azt mondom, hogy így adott esetben lehetne tudni, hogy ki az a Puzsér. Kurvára nem kötelező tudni, hogy ki az a Puzsér, de ne verjük már arra, hogy nem tudjuk. Hát az ne legyen már egy hivatkozás, ne az legyen Punci Baszó 1985 statementje, hogy ki az a Puzsér. Ez a tömeges lázadása. Tehát erre mondom azt, hogy jön föl a szar a csatornától. De konkrétan, ez egy korszak tünet. Az szokás erre válaszolni, hogy Google a barátod. Tehát, hogy beírod a Google-ba, hogy Puzsér. Nyomsz egy Enter-t, ilyenkor Enter-t szokás utána, és akkor az első találat az, hogy Wikipedia a Puzsér, és akkor oda egy klik. És akkor megnézed. Tehát tulajdonképpen kisebb energia befektetéssel meg lehet tudni, hogy ki a Puzsér, mint amennyivel Punci Baszó 1985 beírja, hogy ki az a Puzsér. Kérdőjel, Enter. Nem arról van szó, hogy ő nem tudja megtudni, hogy ki a Puzsér. Itt arról van szó, hogy ő nem akarja tudni, hogy ki a Puzsér, és ezért a Puzsér a felelős. Ki a Puzsér, vetődik fel a kérdés, amikor ha ennél van egyetlen jogosabb kérdés az univerzumban, akkor az az, hogy ki az a Punci Baszó 1985. Most a kritikus kritikája az pontosan ez. Amikor nem akkor kritizálok valakit, például Dévényi Tibi bácsi, aki megkérdezi azt, hogy ki az a Puzsér, mit tett le az asztalra? Kérdezi Dévényi Tibi bácsi, aki beárnyékolta a gyerekkoromat. Aki a komplet gyerekkoromat egy ilyen sötét felhővel így eltakarta, és ő most megkérdezi, hogy én mit tettem le az asztalra? Ahelyett, hogy ő levenni az asztalról azt, amit oda tett. Bár ő se tett volna le semmit az asztalra, megjelentnék mindjárt. Egy komplet generáció. De Dévényi Tibi bácsi azt megkérdezi, hogy én mit tettem le az asztalra, mert hogy a három kívánság az rengeteg ilyen tévés díjat nyert. Mondom, csupa olyan díjat, amit én még nem kaptam meg, és amiről így biztos hallottam is életemben. Meg főleg, amit ilyen szocialista táboron belül Kápló Iváriban átadtak neki ilyen szovjet elvtársak, kurva jól lehetett, tényleg. Én is pont ilyen díjakat szerettem volna. Az érdekes az, mégis, hogyha belegondoltok, hogy a kritikus kritikája nem akkor vetődik fel, amikor van egy média kritikus, aki azt mondja, hogy most már kritizáljuk egy kicsit a kritikust, hanem akkor, amikor a kritikus valakinek a teljesítményét betalálja. A kritikus betalálja valakinek a teljesítményét, és az neki kurvára fáj. Lehet, hogy azért, mert van benne igazság. Valószínűleg azért. Lehet, hogy azért, mert nincs benne igazság,
és egy szemétrágalom kampány az, amit kritikának látott a kritikus. Ez kevésbé valószínű, de megvan rá az esély. De erre nem az a reakció, hogy a kritikusnak nincs igaza abban, hogy a kritikus igazságtalanul ért el akkor, amikor jogtalanul vádol azzal, hogy hát nem ez a reakció, tehát nem a kritikára reagálunk, és védjük be a saját teljesítményünket, hanem azt a kérdést vetjük fel, hogy ki az a Puzsér, mit tett le az asztal? Tehát ahhoz jogot kell, egy szintet kell elérni, hogy te a DVD TV bácsi kritizálhassad. Mi van? Miről van szó? Hogy én nekem mit kéne letennem az asztalra ahhoz, hogy a Dévényi Tibi bácsi kritizálhassad? Kinek kéne nekem? Tehát itt arról van szó, hogy ez a média elit, ez hozzászokott ahhoz, hogy senki nem kap szót, csak az ő spanjaik, és üzletfeleik, és haderjaik. És volt egy ilyen védés nagyszövetség a médiában, hogy egymást nem baszogatjuk, hiszen mi is szart csinálunk, de én elkezdek valaki baszogatni, aki szart csinál, bármikor engem is baszogathatnak azért, mert szart csinálok. Na, azt a szart teljesítményemet egyetlen egy módon tarthatom fel, hogyha mások szart teljesítményét is elismerem. És ezáltal a kollektíve szart teljesítmény úgy átértelmeződik. Valami vé, ami talán jó is, hiszen senki nem kap szót, akinek ellenvéleménye van. Ha pedig szót kap, akkor az a kérdés, hogy ki ő? Sose láttam, sose hallottam! Honnan? Hogy jön ő? Hogy jön ő ahhoz, hogy? Most elmondom, hogy mire van szükség a kritikához. Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy kritizálhass? Van egy nagyon szigorú feltétele a verbális kritikának. Meg kell tudni rezegtetni a levegőt olyan módon, hogy az a másiknak a fülébe bejusson. Ez a feltétele a kritikának. Írásban még ennyi se kell hozzá. Ennyi. Mindenkinek az emberi értelem jogán, mindenkinek a jelenlét jogán, a kulturális produktumban való részvétel jogán, azáltal pusztán, hogy meg kellett néznem jogomban kritizálni azt. A kritika joga az annyira alapvető, mint a szólás maga, mint a véleménynyilvánítás bármely formája. És amikor az a kérdés, hogy ki az a Puzsér, mit tett le az asztalra, azáltal nekem elvitatják a jogomat ahhoz, hogy én kritizáljak. Ez mi ez, ha nem egy posztkomcsi beilleződés? Itt arról van szó, hogy tagja az elvtárs a párt központi bizottságának? Nem? Na, mit tett le az asztalra az amúgyában, ezt jelenti? Lerakta a párt a könyvét az asztalra? Nem, mert ebben az esetben nem kritizálhat, ebben az esetben ő egy büdös proli, aki visszamegy a vasöntőbébe dolgozni. Miben is csináljuk a televíziót, leginkább a Három Kívánság című műsor. Ez egy nagyon-nagyon súlyos és egy nagyon-nagyon szomorú beidegződés. És a legszomorúbb, hogy Punci Baszó 1985, aki maga is a vasöntőbében dolgozik, ő elsajátítja ezt az attitűdöt, és úgy áll, mint hogyha ő Dévényi Tibi bácsi közvetlen munkatársa lenne, és így kérdezi, hogy ki az a Puzsér? Mert mi vagyunk a televíziózás! Igen, ti vagytok. És éppen ezért fogalmazzuk meg az ellenvéleményt innen a vasöntőtéből. Mert mi is nézzük. Mi is nézzük azt a szart, amit csináltok. És hogyha olyan vasat öntenénk, amilyen tévéműsort ti csináltok, akkor leszakadna a lapatok az ágy, és a kurva vasöntőnyéből ki lennénk baszva. De titeket nem lehet kibaszni. Mert ti az elit vagytok. Titeket csak ti kritizálhattok. Titeket ott a médiában csak ti médiások kritizálhattok. Ti pedig valahogy kurva életben, valahogy a kurva életben nem kritizáljátok egymást, hanem inkább jó alaposan leszopjátok egymást, illetve keresztbe probózzátok egymást. Bűnnyállóan keresztbe próbózzátok egymást, hogy jól csúszszon. Igen. Ez történik. Ez zajlik a magyar médiában. És akkor, amikor valaki adat üzenembe, akkor az a kérdés, hogy ki az a Puzsér? És akkor erre lehet akár az a válasz, hogy kurva büszke vagyok arra, hogy nem tudod, mert ha tudnád, akkor ugyanolyan szart csinálnék 30 éve, mint te. És az lenne a jele annak, hogy semmi jogom nincsen kritizálni. Vagyis van jogom, de előtte
30 kört kell a TV székház körül tennem mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa kiáltásokkal. Ezt hívják, úgyhogy tanossza járás. Tehát, hogy amikor majd zsákruhában DVD Tibi bácsi körbejárja a TV székházat 30-szor mea maxima culpa kiáltásokkal, és mindezt leforgatjuk a három kívánság extra kiadásokkal, mint az én kívánságomat. Tehát én is hadd kívánjak egyszer. Majd akkor lehet szó arról, hogy ő kritizálja a saját pályatársait, hogy az milyen szar. De akkor is az a felkiáltás, hogy forgassuk le a következő extra három kívánságot, ahol Dékényi Tibor kíván. Valami hasonló. Na most van ezen a gépen? Gondolom van. Arról játszottunk le az előbb. Nem, azt nem tudom. Szomorú vagyok. Nem baj. Szóval arra gondoltam, hogy felolvasnék egy szöveget, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon fontos. De azt gondolom, hogy a 20. századnak a legfontosabb szövege. Ezt Hangos Béla írta, mennyire ismerjük Hangos Bélát? Hangos Béla az a 20. század egyik legnagyobb jelentőségű szerzője, ez ma még nem köztudott. De hogy az lesz, arra a fejemet teszem. Egyszerűen a világ, inkább úgy fogalmazok, hogy a tudatfolyam, az még nem jutott el oda, hogy Hangos Bélát felfedezze. Én az életem egyik fontos küldetésének tartom, hogy a Hangos Béla életműve átültessem németre és angolra. És akkor elhagyom az árnyékvilágot, akkor Hangos Béla világszerte ismert szerző legyen. Ez egy ilyen kis privát nekem is lehet egy kívánságom, nem csak egy kívánságom. Mert én ezt találtam ki. És akkor, hogyha megengeditek, felolvasnék egy szöveget Hangos Bélától, amely pontosan erről szól. Pontosan ennek a neoprimitivizmusnak, vagy a tömegek lázadásának a folyamatáról szól. Sajnos a 3G internet akadozik, ezért elég lassan tudom betölteni. És szerintem csak meg fog érkezni, nincs itt wifi. Hát már hogy ne lenne itt wifi? Ha itt nincs wifi, akkor tényleg sehol nincs wifi. Gondolom, hogy meg kell regisztrálni, és nem hosszas folyamat sajnos. Hát ott adjon valaki valamit, ami... De itt van egy csomó wifi, 3-at is találtam. Ez minden regisztrálós, ugye? Szövegnek az a címe, hogy Vízöntő. Aki csillagászattal csak egészen keveset foglalkozott, tudja, hogy mi a precesszió. Ezzel a kifejezéssel azt az eltolódást jelölik meg, amelyet lehet a Föld tengelyének ingadozása idéz elő. Tudjuk, hogy a nap tavaszi napi egyenlőség idején a Kossz csillagképének 0 fokán áll, ahogy őszi napi egyenlőség idején pontosan a mérleg 0 fokán. Az előbbi a tavasz, az utóbbi az ősz kezdete. Csak hogy a dolog nem szokott egyezni. A Föld tengelyének ingadozása következtében évről évre nem is mérhető eltérés keletkezik. A nap hajszálni való épp kell. De ha két év között a különbség csak nem semmi, 100 év alatt már ha nem is számottevő, de mérhető. A különbség 2000 év alatt körülbelül 30 fokot tesz ki hátrafelé, vagyis a tavaszi napi egyenlőség pontja előre halad. Ezt hívják precesszió. A precesszió miatt támad az a helyzet, hogy 2000 év elteltével tavasszal a nap már nem a Kossz csillagkép 0 fokán kell, hanem, mivel 30 fokkal eltolódott, a mögötte lévő csillagkép a halak 0 fokán. És amikor 2000 év elmúlt, a nap már nem a holdban kell tavasszal, hanem hátrál, és átlép a következő csillagképbe a vízöntőbe. A csillagászatban ennek a jelenségnek csak annyi fontosságot tulajdonítanak, mint a többi kozmikus jelenségnek,
tudomásul veszik és pont. A keleti asztrológia azt mondja, hogy ilyen 2000 esztendő körülbelül egy világhónap. 12 világhónap körülbelül 26000 év egy világév. Mert a keleti asztrológia tágabb, fölényesebb, szélesebb távlatú szemlélete összefüggést talált a csillagjárás és az emberiség sorsa között. Az egyes világhónapok nagy történeti korszakok, görög szóval ajonok. A hónapok annyira zártak, hogy az egyikből a másikba való átmenet kritikus. A világévek felén, 6 hónaponként pedig nagy katasztrófák keletkeznek. Ma a halak csillagképéből lépünk ki. A hónap befejeződött és az ajon lezárult. Válságos időbe jutottunk, és ezt csak nem mindenki a saját bőrén érzi. Most lépünk át a következő képbe, a vízöntőbe. Tökéletesen új élet következik, miután a régi lezárult. Az egész földet és emberiséget alapjaiban megrázó események megjelenése. Az apokalipszis egy neve. Hogy a halak korszak milyen volt, azt tudjuk. 2000 év története beszél róla. Hogy a vízöntő milyen lesz, azt senki sem tudja. Amiről egy pillanatban tudomást szerezhetünk, mi történik, mikor a halakból a vízöntőbe lépünk. Abban az időben élünk, mondta Le Bon 50 évvel ezelőtt, amikor az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lép. A változás akkor nem csak hogy ártalmatlannak, hanem kívánatosnak látszott. Voltak, akik a tömeget zendülésre izgatták. Marx és a szocializmus apostolai, anélkül, hogy tettüknek jelentőségével, csak táborról is tisztában lettek volna, lázadást készítettek elő. Ha tudták volna, hogy az uralomra jutó tömeg az emberiség nagy eszmét egyáltalán nem úgy fogja megvalósítani, ahogy hitték, sőt, mivel magával kell hoznia magát, mint ahogy egész lényét és egész természetét is magával hozta, az összes eszmék megvalósíthatóságának lehetőségével való reményt egyszerűen át fogja húzni, az apostolok forradalmasító iratai az minden bizonnyal nem írták volna meg olyan könnyelműen. Ha ma Marx, Engels, LaSalle vagy a forradalmárok közül bárki felébredne, és meglátná, hogy mi volt az, amit oly héten ébrezgetett, gondolkodóba esik. S ha lenne benne, mint ahogy a legtöbben volt a komolyságnak kicsin szikrája, nem ezt akartam, a doktán szegény az önbátor lesújtva. Mindegyik azt hitte, hogy a tömegben angyalt ébreszt. Ma már látná, hogy nem az. És már látná, hogy a szörnyetek felébredt. Az egyén tudatos tevékenységének helyébe a tömeg tudattalan tevékenysége lépett. Az apostol kézzel foghatóan tapasztalhatná, hogy a társadalom csak valami másnak a függvénye. A tömeguralma azt jelenti, hogy az egyéni, világos, értelmes, józan, tudatos tevékenység helyébe a tömeg zavaros, vak, homályos, tudattalan tevékenysége lép, és ezzel az egész emberiség elhomályosul és elsüllyed. Ez volt az, amire a forradalmárok nem gondoltak. Voltak, akik a tömeguralmának jelentőségét átlátták. Megértették, hogy itt nem uralmi kérdésről van szó. A világhelyzet változott meg. A folyamat nem társadalmi, hanem annál mélyen, alapvetően életrendbeli. Azzal, hogy a tömeg jut felülre, szükségképpen együtt jár, hogy a tudattalan tevékenység jut felülre. Az egyéni és világos gondolkodás és tevékenység elkezd a tömeg zavaros, tudattalan tevékenységétől függeni. Ami egyszerű és értelmes, az függ az avarostól és a vaktól. A magasabb függ az alacsonyaktól. Fordított helyzet támad, az ember fejjel lefelé kezd élni, és a következmények beláthatatlan. A szocialisták második nemzedéke, Pareto és Sorel jól látta, hogy tulajdonképpen nem a tömegtestvériségéről, szabadságáról és az emberiség zagyeszmények diadaláról van szó. Véleményeiket már nem is fogalmazták meg olyan kezdetben. A burzsoá és proletár osztály harca felületi társadalmi jelenség, amely alatt a világos tudat és a vaktudattalan harca folyik. Akkor a harc még nem dőlt el. Pareto rezignáltan állapítja meg, hogy egy gondolatnak minél kevesebb világos igazság értéke van, a tömeg annál jobban ragaszkodik hozzá. Ezt a homályos és kétes valamit reziduumnak nevezzük. A reziduum értelmetlen. Ösztönöz, de irracionálisan, és nem ér el semmit. Ez a tömegjellegzetes gondolkozás formája. A gondolathoz egyébként semmi köze sincs. Amint hogy nincsen semmi köze annak sem, amit Sorel mítosznak nevez. Mítosz azért van, mert a tömeg nem tud gondolkozni, belátni, mérlegelni, a mítosz a szenvedély, a vágy, az ösztön lecsapódása. A második nemzedék már látta,
hogy a reziduum, vagyis a mítosz a tömeg tudattalan tevékenységének ismertetője. Látta azt is, hogy a harc a tudatos és a tudattalan gondolkodás között megindult és tart. Hogy egyebek nem látott, azt nem lehet tőle rossz téven bennem. Ezeknek az embereknek a képessége egészen általános volt. Végül azok, akik a helyzetet első pillanatra megértették. Mindenek előtt Kierkegaard és Nietzsche. Aztán a kicsin sereg. Fozsé, Merezsovszki, Panvic, Evola, Bergyájev, Valeri, Ortega, Jaspers. Nem éppen rangsorban és nem teljesen. Amit láttam, a következő volt. Az eddig alul elhelyezkedett tömeg a társadalom magasabb rétegére tört. Ezúttal a barbár nem mint régebben a népvándorlás idején a fejlett és magas ember távolról és kívülről rohanta meg, hanem alulról és belülről. Az emberben magában van a tudattalan, ami feltört, és a társadalomban magában van a tömeg, amely feltört. Ez az új népvándorlás, a barbárság vertikális betörése. Amivel együtt jár, hogy a helyzet nem csak kívülről változik meg. A fejlett és magas ember elűzésével, a fejlett és magas életrend elpusztításával az ember pszichológiai helyzete is megfordul. Ami felül volt, az most lekerül, és ami alul volt, az felmerül. A tudattalan jut fel, a tudat pedig le. Nem az értelem van fent, hanem az ösztön. Nem a fény, hanem a homály. Nem a paradízó, hanem az inferno. Nem a magas, hanem az alacsony. Nem a rend és a józanság, hanem a rendetlenség és a szenvedély. Nem a tudatos gondolkodás, hanem a reziduum és a mítosz. Ezért a fordított rend a kiválasztásban, az értékelésben, a rangsorban, az ízlésben. Ehhez hasonló katasztrófa az ember csak akkor érte, amikor a Földet özönvíz árasztotta el, és az emberiség az óceánban elmerült. De akkor az elmerülés külső volt, mint ahogy a népvándorlás is külső. Ma az ember saját tudattalanjában és a társadalom saját tömegében merül alá. Az óceán a tudattalan, és a tudattalan az óceán. Vízözön annyi, mint elmerülni a tudattalamban. Ma éljük ezt a belső vízözönöt. Ebben az új helyzetben az, hogy ami lent volt és felkerült, éppen olyan végzetes, mint az, hogy ami fent volt, az elmerült. A tömeg helye lent van, ahogy lent van a tudattalan helye is. Sorsa szerint ide tartozik. Az ökör, ha a szekeret húzza és szán, szent állott. A felkerül sárkányra változik. Az ekét nem húzza többé, az igát ledobja, megvadul és tüzet okál. Az uralkodó helye fent van, mint a tudaté. Sorsa szerint ide tartozik. Az angyal, ha fent él, szent lény, de ha lemerül, ördögülé változik. Nem áraszt világosságot és tüze vulkánikus lesz. Ha a tudattalan, amelynek helye lent van, felkerült, éppen olyan démonikussá válik, mint a tudat, amelynek helye fent volt és lemerül. A szent igavonóból sárkány lesz, a szent világosság angyalából sátán. Mert ami lent türelmesen szolgáló ökör, az fent szörnyetek, és ami fent vényes angyal, az lent ördög. És az, hogy az igavonóból sárkány lesz, éppen olyan katasztrófa, mint az, hogy az angyalból sárkány. Vannak, akik még ma is azt merészelik hinni, hogy az igavonó a járnok eleget viselte, és most már ideje az angyal helyébe lépni, ha vissza az kerül. Az észrevétel figyelemre méltó lenne, hogy időnként meg lehetne tenni, hogy az ember a hasát a nyakán, az agyát pedig a gyomra alatt viselni. Éppen olyan értelmes lenne a fákat felkérni arra, hogy ezek után gyökereiket dugják ki a földből, ágaikat pedig fúrják a talajba. A has felül a nyakon éppen olyan démonikussá válnék, mint az agy alul. Ha a belek elkezdenének gondolkodni és életterveket szűni, ezek bélgondolatok lennének, mint ahogy a tömeg uralomra jutásának legelső jele a belek gondolkodásának felülkerekedése volt. Előtérbe lépett minden, ami táplálék, gazdaság, gyomor, földi javak, étel. A sárkány egész léte hozza a bál és korkol. Ha pedig nem tud jól lakni, rablásra indul, és aki eléje kerül, azt leüti. Nyersanyagra van szüksége. A tömeg korszakának jelszava nyersanyag. De ha az agy lemerülne és elfoglalná a belek helyét, fel kellene, hogy lázadjon abban a sötétben, amelyet nem szokott meg, és amely lény ellen van, mint ahogy a lemerült szellemi ember ma nem egyéb, mint szintiszta lázadás. A lázadó vagy belül éppen olyan gonosz, mint a gondolkozó bél. Éppen olyan démonikus, mint a gyökereivel fölfelé, és ágaival lefelé fordított fa. Az igába fogott angyalnak sátánnál kell változnia, ahogy az uralkodói székbe terült ökörnek sátánnál.
Eddig a szöveg. Ez a szöveg, ez az én számomra legalábbis leírja a komplet 21. századot. Ez a szöveg ugyanúgy vonatkozik, ugyanolyan pontosan vonatkozik a nácizmusra, ahogyan vonatkozik a bolsevizmusra, és ahogyan vonatkozik a liberalizmusra, vagy a szabadpiaci kapitalizmusra, a fogyasztói társadalomra, hogy pontosabb legyen. Ez tulajdonképpen a fasizmus, a államszocializmus és a liberális kapitalizmus ugyanannak a szellemi folyamatnak egy-egy megnyilvánulása. Minden esetben a tömege uralmának a korszakát éljük, és minden esetben a tömeg uralmának a hatása alatt vagyunk. Az első gondolat, ami ehhez elvezetett, az a felvilágosodás korában született, és ez a népfelségelve volt, vagy a népszuverenitás fogalma, ami egyenes úton vezetett el az általános választójoghoz. Mi ma az általános választójogot, meg a liberális demokráciát egy vívmánynak tartjuk. És ez teljesen természetes. Csak gondoljuk vissza a történelemre, minden egyes történelmi korszak önmagát tekintette a történelem végpontjának, és a valaha volt legigazságosabb és legtökéletesebb rendszernek. Egyik is állította, hogy tökéletes. Mindegyik azt mondta, hogy tökéletlenek vagyunk, reformálhatóak, sőt reformálandóak vagyunk, rászorulunk a javulásra, de sosem volt jobb rendszer, igazságosabb rendszer, mint a miénk. Ugyanezt gondolták minden egyes történelmi pillanatban. Tehát erre vigyázzunk. Most, mi a tömeg, mi az általános választójognak, mert ennek a rendszernek, amiben élünk, ennek az alapja az általános választójog. Mi az általános választójognak a következménye? Az a következménye, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a georgiai és floridai 35 és 55 év közötti középosztályos nők döntik el a választást. Ez szociológusok mérhetik. Tehát ez ki van mérve. És az is mérhető, hogy ezek a nők, akik erről döntenek, ezek milyen férfiakat szeretnek, milyen férfiakhoz vonzódnak, és az is mérhető, hogy ezek a nők azt preferálják, hogyha a férfi nem hátrafésülje a haját, hanem így oldalt. Ezért az egyik elnökjelöltnek, annak az elnökjelöltnek, amelyiknek megfelelő kampánystábja van, és megfelelő szociológusok vizsgálják a társadalmat, abból a szempontból, hogy ő jusson hatalomra, azok azt mondják, hogy megvan a megoldás, szenátor úr, balról jobbra kell fésülni a haját, és ez működni fog neki. És a kampánystáb ezt megvalósítja, és a 35 és 55 közötti georgiai és floridai középosztályos nők, mert erre az elnökjelöltre fognak szavazni. Így dőlnek el a nyugati civilizációban a hatalmi kérdések. Most ez egy nagyon leegyszerűsítő és nagyon primitív példa volt, de nem életszerűtlen. Ez a rendszer, ahol ilyen eszközökkel jut hatalomhoz bárki. Ez demokrácia? Erről volt szó? Vagy így volt ez a dolog meghirdetve? Úgy volt ez a dolog meghirdetve, hogy image kampányokban fogják nekünk eladni a politikusokat? Úgy, ahogy a mosópor? Úgy volt ez meghirdetve? Erről volt szó? Elhangzott az elmúlt 20 év valamelyik, még a 1998-as kampány idején elhangzott egy kijelentés Werber András, a Fidesz akkori kampányfőnöke részéről, ami szerintem az elmúlt 20 év legsötétebb pillanata volt. Werber András azt mondta, nagy nyilvánosság előtt, hogy a politikust is úgy kell eladni, mint a mosóport. Ezt mondta. És erre a reakció a magyar értelmiség részéről egy kisebb orgazmus volt. Mindenki elérdezett, hogy csodálatos, micsoda meglátás, micsoda géniusz. Milyen korszerű gondolat. Ez volt a reakció. Senki nem azt mondta, hogy Atya Úristen, álljunk meg egy szóra, tanáljunk.
Valami el van baszva. Ha a politikust úgy kell aladni, mint a bosókort, akkor ez a rendszer félresiklott. Valahol valami félresiklott. Nem erről volt szó. Nem így volt meghirdetve. Arról volt szó, hogy a politikai programok közül a választópolgárok választanak, és annak a programnak az irányába viszik tovább az országnak a sorsát. Meg a politikáját. Nem arról volt szó, hogy úgy adják el nekünk a politikus, mint a bosóport. Nem arról volt szó, hogy 4 éven keresztül a marketing cégek mossák az agyunkat, tudományos vagy kvázi tudományos alapon, természetesen pszichológusok bevonásával. Ilyen módon eladnak nekünk mosóport és különböző fogyasztási cikkeket 4 éven keresztül, majd 4 év után a politika bejelentkezik, azt mondja, hogy hello, mi is belépünk a piacra, szeretnénk, hogyha minket is eladnátok, és ők azt mondják, hogy nagyon jó, semmi gond nincsen, mert az alatt a 4 év alatt még több mosóport adtunk el, még jobban tudjuk, hogy hogyan kell eladni a mosóport, úgyhogy most még nagyobb hatékonysággal fogunk tudni titeket eladni az embereknek. És nézzétek meg, hogy adják el a politikusokat. Úgy, mint a mosóport. Tehát programok ütköznek egy választási kampányban. Dehogy is. Látsz egy választási plakátot. Van rajta egy arc, egy megnyerő arc, amit ilyen körülbelül 30 órát keresztül fotóztak, megfotosopoltak, ami nagyon megnyerő és bizalomgerjesztő, és oda van írva mellé egy ilyen szlogen, hogy mondjuk egy ilyen, hogy együtt döntünk, együtt élünk. Aminek semmi köze nincs ahhoz, hogy nekünk milyen politikája lesz a következő 4 évben, hogy ő mit képvisel, ugye nem képvisel semmit, csak a saját pártjának a szavazógépe. Semmi más nem képvisel, csak a saját pártjának és a saját pártjához közel álló cégeknek a hatalmát és a profitját képezi és segíti. És mi erre a szlogerre, erre az arcra, erre a kampányra, erre az image kampányra szavazunk, mintha csak mosóport vennénk. Hát nem erről volt szó. És ez az a demokrácia deficit, amiről nincsen szó sehol. Tehát amikor egyetlen politikai párt sem kárhoztatja ezt. Egyetlen politikai párt sem kárhoztatja azt, hogy jelenleg ilyen módon zajlanak a kampányok. Miért? Mert azok a politikai pártok, akiknek hallatszik a hangjuk, azok már mosóporok. Azokat már eladnak. Egy mosópor nem fog hivatkozni arra, hogy engem nem úgy adjanak már el, mint egy mosóport. Akik viszont kívül vannak a hatalmon, adott esetben kívül vannak a parlamentnek, azok kárhoztathatják ezt a folyamatot, de nem hallatszik el, sem nekik se a hangjuk. Mert ugyanúgy merül fel velük kapcsolatban a kérdés, hogy ki az a Kuzsér Róbert, fölmerül az a kérdés, hogy ki az a 4K, vagy negyedik köztársaság, vagy negyedik kurva anyám, vagy micsoda, ez nincs meg. Most ez így működik? Hát ez az a demokrácia, amiért érdemes megdögleni Afganisztánban? Komolyan? Ez az a demokrácia, amiben mi hiszünk? Ami működik? Magyarországon a választásokat gyakorlatilag egyetlen egy társadalmi osztály dönti el. Ez a társadalmi osztály gyakorlatilag túszul ejtette az országot, és ez a nyugdíjas kaszt. Ez az igazság. A nyugdíjas kasztnak, mivel hogy a legfegyelmezettebben szavazó társadalmi osztályról van szó, és most már a Fidesz elérte, hogy nem csak az MSZP-nek vannak nyugdíjtagságai, hanem nekik is. Gratulálunk hozzá. Gyakorlatilag a Fidesz jelen helyzetben, amikor a magyar költségvetés tragikus helyzetben van, tehát a magyar gazdaság nem nehéz helyzetben van, hanem tragikus helyzetben van, a magyar kormány jelenleg nyugdíjemeléssel kampányol. De ha nem csak a nyugdíjasokra térünk ki, mert miért csak a nyugdíjasokról beszélni? De nyugdíjakat Magyarországon nem lehet visszanyesni. Tudjátok, hogy miért mondott le Gyurcsány Ferenc? Nem azért mondott le Gyurcsány Ferenc, mert kiszivárgott az összödi beszéd. Nem. Azért nagyon nem mondott le. Nem azért mondott le Gyurcsány Ferenc, mert az utcákon rendőröknek álcázott terrorista, vagy rendőrnek látszó, megkülönböztető jelzés nélküli, viszont tiltott fegyvert viselő rendőrök szanaszéjjel verték az embereket, válogatás nélkül, földön rúgdalták őket, nem ezért mondott le.
Tudjátok, miért mondok le? Mert az ország gazdasági helyzete az gyakorlatilag odáig jutott, oda sodródott az ország, hogy el kellett venni a 13. havi nyugdíjat. El kellett venni. Nem lehetett tovább folyósítani, mert beállt volna az államcsőd. És a Gyurcsány azt mondta, hogy eddig és nem tovább. Tehát idáig csináltam, ezt nem teszem meg. Mert ha ezt megteszem, az a politikai öngyilkosság. Hát akkor végem van. És akkor elkezdték keresni a Gyurcsány utódját. És nem tudom, hogy emlékeztek erre, hogy mennyi ideig keresték a Gyurcsány utódját. Valami komédia volt, senki nem akart miniszterelnök lenni. De valami 9 embernek felajánlották, mire a Vajdai Gordon elvállalta. És mindenki mondta, hogy dehogy is, hagytatok békén! Miért? Mert erre nem vállalkozott senki, hogy Magyarországon a 13. havi nyugdíjat elvegye. De hogy azt mondja, hogy mi van a 13. holnap basszátok? Nincsen. Akkor nyugdíjsítek! De idáig ennél a teszem! Azt tudjátok, hogy a kampányban a Fidesz 14. havi nyugdíjjal kampányolt. Ugye tudjátok? Ez az ország, erről az országról beszél. Na most, ha belegondoltok abba, hogy Magyarországon jelenleg rezsi csökkentés, 10%-os rezsi csökkentés zajlik. Erről tudtok, ugye? Azt tudjátok, hogy a következő héten a Jobbik mit jelentett meg? 30%-os rezsicsökkentés. Tényleg úgy viselkednek a pártok Magyarországon, mintha ez lenne Monte Carlo. Holott ez Magyarország, amely olyan gazdasági helyzetben van, amilyen gazdasági helyzetben Magyarország, a régiókon semmelyik ország sem volt még. És a Jobbik válasza a kormány 10%-os rezsicsökkentésére, 30%-os rezsi csökkentés. Na erre mondom azt, hogy a Jobbiktól ezért nem kell félni, mert velejéig korrupt az egész párt. Tehát az a párt, amelyik 30%-os rezsi csökkentéssel, meg nyugdíj emeléssel kampányol, az nem a rendszer ellenzéke. Az is csak hatalmat akar. Tehát én ezek miatt, a gesztusok miatt nem látom azt, hogy a Jobbik annyira más lenne, és ezért sem tudok igazán félni a Jobbiktól. Magyarországon de általában el lehet mondani, hogy kétféle politikus létezik. Két politikus archetípus létezik. Danton és Robespierre. Ez már nagyon-nagyon hamar a rendszer születésénkkel, hogy följött a kettő, aztán mind a kettőnek le lett vágva a feje. Szerintem így van rendjén, egyébként ha már jutott. A Robespierre és a Danton között az a különbség, hogy a Dantonnak enyves a keze, a Robespierre-nek véres a keze. A Danton, népgyermeke. Ő a Danton az, akivel le tudsz ülni és meg tudsz inni egy sört. A mai politikusok mind Dantonok. És csak abból lesz jó politikus, aki Danton. A Gyurcsány, az Orbán Viktor, a Vona Gábor, ezeket tudják. Ezeket tudják. Tehát ők azonosulhatóak. Bennük meglátod a magad képmását valahogy. Vagy azt mondod, hogy ezzel meginnék egy sört, meg tudnék inni vele egy sört. Jó, ízlés dolgok természetesen. A Robespierre nem ilyen. A Robespierre inkább tudjátok milyen? Kicsit olyan, mint a Schiffer. Ő vele nem tudná meginni egy sört, mert feszengedél a társaságában mindig, hogy úristen. Ő az, aki nem nagyon jár emberek közé, hanem ilyen könyvtárakban közli az egész életét, és ilyen tanulmányokban ismeri a társadalmat. Tamás Gáspár Miklós, ez ilyen tipikusan ilyen. Még egy írő embert nem látott, de már megváltotta háromszor. És ő a Robespierre, ő megvesztegethetetlen. Azt kell tudni, hogy Danton ügyvész volt, és hát sokszor előfordult, hogy kapott ilyen kis csúszópénzt, és akkor azt eldezte, és akkor valahogy úgy alakult mindig a tárgyalás, vagy az MTÓ, a védőbeszéd. Éppen valakit ne mentsenek föl különösebben, vagy ne ítéljenek el különösebben. Robespierre nem ilyen. Robespierre-nek az volt a jelzője, ahogy Dantonnak az volt a jelzője, hogy ő a nép gyermeke. Robespierre-nek az volt a jelzője, hogy a megvesztegethetetlen. Ő nem ismerte a korrupciót. Őnek olyan eszmény voltak, olyan erős eszmény voltak, ő azokból egy szikrányit elengedett. Na ő az,
A Robespierre, ő a legveszedelmesebb politikus. Tehát ő az, aki véres hullákon átgázol az eszmény felé. Ő az, aki átgázol az emberen. Az ember az egy fogyóeszköz, az egy olyan anyag, amely majd jön belőle még. Majd a társadalom termel belőle, most az eszméket kell megvalósítani, hogy majd egyszer boldogan élhessen a társadalom. A Robespierre összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint a Danton. A Dantonok ellen küzdeni kell a Robespierre-eket, a jó Robespierre-eket, azokat az irmagvúban kell kirostálni. Tehát a Danton hatalomra jut, és az ember életben marad, egy mocskos korrupt rendszer lesz, és lehetőleg minden erővel küzdeni kell a Dantonok és a Dantonság ellen. A Robespierre-ség ellen nem tudsz küzdeni, mert mielőtt eszedbe jutna, hogy küzdenék ellene, már a porba hullott a fejed. Tehát mire fölemelnéd a fejedet, ő már fölemelte a vártot. Ez a Robespierre. Na most a jó az, hogy Magyarországon, és ez a megnyugtató, hogy Magyarországon szinte csak Dantonok vannak, és amikor meghallottam a 30%-os resi csökkentést, válaszul az a 10%-os resi csökkentésére, akkor rájöttem arra, hogy Boda Gábor is egy Danton. Hogy ő is egy Danton. Nincs különbség. Hogy korrupt. Mert ez maga a korruptság. Tehát az, amikor az ország senki kilóg a gatyából, és a szakadék szélén táncol, akkor azt mondani, hogy táncolj vadakul, vizámabban! Egy termis táncot, hisz megértemlen! Hány éven keresztül nélkülöztél itt az ünneplés ideje? 30%! Mert megértemli a társadalom mocskos kommunistáktól. És akkor megkérdezett, hogy miből a 30%, akkor ő arra tudni fog mondani? Abból, amit most a multinacionális nagyvállalatok kivisznek az országból. Tehát így. Csak hogyha a multinacionális nagyvállalatoktól elveszünk azt, amit kivisznek az országból, akkor ők mennek ki az országból a profit helyett, így minden mennek, vagy majd nem lesznek adóbevételek, és akkor aztán megnézhetjük a tehát akkor lesz Mongólia. De neki ez ellenzékből nem kurva nagy kockázat, mert ő nem azt mondja, hogy akkor lesz Mongólia, hanem azt mondja, hogy akkor lesz szuperhungárias. De az akkor is Mongólia lenne, de mindegy, most nem is ez a lényeges kérdés. Az én számomra, csak hogy értelmezzem a Hangos Bélának a szövegét, az én számomra ezek a fontos vonatkozások is, hogy némi szó essék a... Mert hogy eddig is a kommunikációról szó, és eddig is a gondolatnak, és a gondolat kifejezésének, és az igazmondásnak, és a korruptságnak a köreivel jártunk, vagy azt jártunk körbe, hogy egy pár szó esik az érvelés technikáról. Én nem hiszek az érvelés technikáról. Szerintem az érvelés technika a korrupció. Az érvelés technika az, amikor megtanítanak téged arra, hogy hogyan kell egy bizonyos álláspontot védelmezni, álláspont függetlenül. Ez az, amikor megtanítanak téged arra, hogy kell érvelni a 30%-os rezsicsökkentés mellett, adott esetben, hogy kell érvelni a nyugdíj emelés mellett, stb. Tehát, hogy igazából bármi mellett. Van egy disputa mozgalom, arról hallottatok? Pedagógusok is tudatos valósokra éve. A disputa mozgalom az pont erről szól, hogy megtanítani érvelni minden álláspont mellett a résztvevőket. Ez középiskolában zajlik. EU pénzekből természetesen. Mi más ez, mint a korrupció iskolája? Mi másért fizet az EU, ha nem azért, hogy az aktuálisan a rendszer támogatásaként, vagy a rendszer támasztékaként szolgáló érvet, te elsajátítsd, és az érvelés technikából fölhoz saját magadnak azt a know-how-t, amivel azt az álláspontot be tudod védelmezni. Sőt, érvényesíteni tudod azt az álláspontot. Ami most még nem tudjuk, hogy micsoda, mert most még csak 16 éves vagy, és lehet, hogy 35 éves korodban lesz rá szükség, amit mi most nem látunk, hogy akkor melyik lesz az álláspont, amit az Európai Uniónak és a rendszernek szüksége lesz. De mi most megtanítunk téged érvelni bármi mellett és bármi ellen. Hogy akkor majd, amikor megtudjuk, hogy mi ellen és ki az ellenség és ki a jó barát, és mi ellen kell érvelni, mi veszélyezteti az Európai Uniót, vagy mi veszélyezteti a demokráciát, amit annak hazudunk természetesen, akkor majd te ott érvelni tudjál. Én meg ebben nem hiszek. Milyen meg hiszek? Szerintem ez opportunizmusra tanít, korruptságra nevel, szerintem ez a gondolkodás, ez kiöli az emberből az igazságérzetet. És az igazsághoz
való ragaszkodásnak a belső imperatívuszát írtja ki. Én azt gondolom, hogy érvelni nem technikából kell. Én komolyan ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy érvelni meggyőződésből kell. És a technika, tudjátok, hogy mitől lesz erősebb, és mitől lesz jobb? A meggyőződés erejétől. Minél jobban megvagy, minél inkább megvagy győződve arról, amit képviselsz és amit védelmeznek kell, minél erősebb benned az elkötelezettség az iránt, amit hiszel, annál több érved lesz mellette. Az nem árt, hogyha néha beleérzel a másik emberbe, hogy ő neki milyen érvei lehetnek, és átgondolod, hogy ő mit tud felhozni, és akkor el tudod sajátítani azt, hogy te erre milyen válaszokat tudsz szolgálni. Én ezt sem csinálom. Én csak arról tudok itt beszélni, amit én gyakorlok, én ezt sem teszem. Én nem készülök fel abból, hogy a másiknak milyen érvei lehetnek, mert már ezzel is gyengíteném a saját álláspontomat. Tehát már azzal a gondolatkísérlettel, hogy mit mondhat, vagy miket mondhat, vagy miket gondolhat velem ellentétesen, és milyen érvekkel állhat fel velem ellentétesen valaki, azzal már gyengíteném a saját meggyőződésem. Hanem amikor majd valaki egy vitában engem nem legyőz, hanem meggyőz, és ilyen van, tehát ilyen számtalanszor előfordul. Mondjuk egészen átgondoltam egy nagyon jó barátommal és nagyon fontos szellemi partneremmel és társammal, akivel rendszeresen folytatunk ilyen több órás dialógusokat. Ő például meggyőzött engem arról, hogy az iszlámnak a helyzetét, meg az iszlámnak és a kereszténységnek a viszonyát, és az iszlám kisebbségeknek az európai szerepét, azt gondolja már. És egészen megváltozott a véleményem. Tehát mondjuk azt mondhatom, hogy 3-4 évvel ezelőtt a szöges ellentétét gondoltam például az iszlámról és az iszlám és a kereszténység együttéléséről, mint amit most gondolok. Tehát nem arról van szó, hogy egy nézetbe betonozd be magad, és az nem változhat soha, de az ne annak hatására változzon, hogy mennyi pénzt fizetnek azért, hogyha ezt a véleményt képviselőt tart, hanem az annak a hatására változzon, hogy valaki olyan szellemi energiákkal szembesít téged, amelyek téged elsöpörnek, és az érveidet, és mindazt, amit gondoltál erről. Olyan mennyiségű érve és olyan mennyiségű adat, ami előtt már nem állsz meg, és akkor átállsz. Ez oké. Ez teljesen oké. De a lényeg, a legfontosabb az én számomra az, hogy a saját álláspontodban abban szilárdulj meg. Ki látta a Belső tenger című filmet? Ez minden idők egyik legjobb filmje. Alejandro Amenábar rendezte egyébként a Más világ című filmet. Ezt látta valaki? Ez is egy brilliáns film. Amenábar rendezte a Nyisd ki a szemed című filmet. Ezt látta valaki? Annak a remake-ja a Vanília ég volt. Azt látta valaki? Na, a Nyisd ki a szemed jó, természetesen az eredeti szinte mindig. Kivéve talán a téglát, de az csak azért, mert ezeket a vágott szemüveget nem tudom megkülönböztetni egymástól. Állítólag jó az eredet, de tényleg nem tudom megkülönböztetni, hogy melyik a rendőr és melyik a gazd gangster, tehát ez így tehát legalább valamelyiknek lenne valami szakálla, vagy kopasz lenne, vagy két vágott szemüveget, de én nem hiszem, hogy ők sem tudnak minket megkülönböztetni egymástól, de mi legalább nem is csinálunk jó filmeket, meg aztán nem tudjuk semmi sem volna. Szóval, a Belső tenger az egy olyan film, ami az eutanáziáról szól. Egy eutanázia dráma. Ha valaki a Belső tenger című filmet megnézi, azután szeretném, ha vitatkozna velem az eutanázia kérdéséről, és én az eutanázia pártján fogok állni. Ha azután a film után képes valaki kiállni, és érvelni az eutanázia ellen, az kurva jó, és én szívesen vitatkozom vele. De előbb nézze meg azt. És azt a filmet látta, ami egyébként igaz történet, tehát igaz történetet dolgoz fel, és azt a filmet látta, akkor utána vitatkozunk erről. De ne egy elméleti kérdés legyen, hanem nézzen meg tetraplégiásokat, hogy hogyan élnek. Hogy hogyan él valaki, mert ez mondjuk egy nagyon-nagyon fontos erkölcsi kérdés az eutanázia. Egy emberről, aki nyaktól lefelé megbénult, és 30 éve van arra,
hogy azon gondolkodjon, hogy érdemes volt-e fejest ugrani a tengerbe úgy, hogy amikor az árhullám éppen, tehát a hullám így kicsap, akkor így felgyűlik a víz. És egy hatalmas vízbe ugrik, de mi alatt leesik, a hullám visszavonul, és szinte szárazra esik. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon keskeny, itt tudom, 30 centis vízréteg alakíti meg a fejét. Eltörik a nyaki csigolyája, és a csigolyát elmetszik az idegi kapcsolatot a fej és a test között. Ezt hívják úgy, hogy tetraplégia. Az azt jelenti, hogy mind a négy végtag lebénul. Ez azt jelenti, hogy nyaktól lefelé az illető nem mozog. Most egy embernek 30 éve telik azzal, hogy a környezetét arra kérleli, hogy segítségül lát. Tehát, hogy hadd halljon meg. Mert nem méltó ez az élet. Tehát nem méltó az az élet, ahol ők naponta a szarjában mossák ki a szeretteni. Nem méltó élet. És szeretne meghalni. És senki nem teszi meg ezt neki 30 éven keresztül. 30 éven keresztül nem kegyelmez meg neki senki, és ő 30 éven keresztül könyörög, mert mi mind félünk ennek a cselekedetnek az erkölcsi következményeitől. Tehát egyszerűen annyira félünk attól, hogy gyilkosok leszünk, de annyira nem vagyunk biztosak abban, hogy nem mi vagyunk a gyilkosok, hanem ő neki nem mozog a keze, mi meg adunk neki kölcsönek kezet, amivel megölheti magát. De ezt nem vagyunk képesek, és miért nem vagyunk képesek? Mert jobban féltjük magunkat egy erkölcsi dilemmában, mint amennyire őt féltjük még egy nyomorúságos naptól ebben az életben. Mint amennyire együtt érzünk vele. Mint amekkora mi bennünk az empátia ő iránta. Nagyon-nagyon súlyos erkölcsi kérdés. Én ebben a kérdésben nem vagyok hajlandó eutanázia ellenes álláspontot képviselni. És azért nem vagyok hajlandó, mert nincs az a pénz, nem tud nekem egy tudományos kutatóintézet vagy egy kommunikációs alap annyi pénzt fizetni, amiért én a bennem kikristályosodott meggyőződést ilyen mértékben megsértsem. Mert a bennem kikristályosodott meggyőződést, vagy fogalmazunk úgy, hogy az én erkölcsi érzékem, az én erkölcsi világnézetem felbecsülhetetlen. Abból nincs másik. Azt nem tudom a jövő hónapban visszahozni azt a pénzt. Én így vagyok ezzel, én így állok ehhez hozzá. Nem vagyok hajlandó amellett érvelni, hogy a lehet zöld az ég, és a lehet kék a fű, az költészet. Nem vagyok hajlandó, és ehhez persze hozzátartozik, hogy én nem tanultam érvelés technikát soha, és örülök, hogy nem tanultam soha, és nem is szeretnék, mert én meggyőződésből, és én ösztönből, és én zsigerből vitatkozom. Tehát én az eszköze akarok lenni egy gondolatnak. És nem akarom azt, hogy egy gondolat legyen az én eszközöm. Nem a gondolat a kurva, és én vagyok a strici, hanem a gondolat a strici, és én vagyok a kurva. Érthető ez? Nem én használom a gondolatot arra, hogy pénzt keressek, vagy hogy győzzön az a párt, amelyik engem fizet. Hanem a gondolat használ engem, hogy kifejeződésre jusson, hogy érvényt szerezzen. Ez a gondolat az eutanázia esetében a kegyelem. A kegyelem mint gondolat. Én a kegyelem gondolatának az eszköze vagyok. A kegyelem mint gondolat az eutanázia esetében a halált jelenti. Mert egy tetraplégiás számára a halál a kegyelem. A halál a kegyelmi ajándék. Egy élő számára a kegyelem az életet jelenti, vagy egy, hogy fogalmaz, egy egészséges ember számára, ezért mondjuk egy adott esetben mondjuk egy olyan ember számára, akinek számára az egészséges élet elérhető, reális perspektíva, ott az élet a kegyelem. Tehát egy rákbeteg ember számára, akinek van reménye arra, hogy meggyógyuljon, az ő számára a kegyelem, az operáció, a kemoterápia, meg a sugárkezelés. Egy tetraplégiás számára, akinek nincs esélye arra az életre, amelyet élni óhajt, az ő számára a kegyelem az a halál. Mindenki számára mást jelent. A dolog, mert a dolgok nem anyagi síkon vannak értelmezve. A dolgok szellemi síkon léteznek, és az anyagba csak leképeződnek. Az anyagra csak árnyékot vetnek a szellemi dolgok.
Tehát a szellem síkján a kegyelem az érvény, és ez halál alakú árnyékot vet a tetraplégiásra, és élet alakú árnyékot vet a rákbetegre. Mert a kegyelem a végső érvény, és a kegyelem az, aminek én az eszköze vagyok. Azért a kegyelem érvényének kifejeződéséhez szükséges eszközé formálom magam. És ugyanez a helyzet, ha belegondoltok, a kereszténységgel és a buddhizmussal. A hindu ember, fogalmazunk úgy, hogy a hindut hívjuk úgy, hogy keleti ember. A zsidót hívjuk úgy, hogy nyugati. A Krisztus a nyugati emberhez jött el, kvázi a zsidóhoz. A Buddha a keleti emberhez jött el, kvázi a hindúhoz. Ugye a hinduizmusból nőtt ki a buddhizmus, a zsidó vallásból nőtt ki a judaizmusból, ahogy tetszik, a kereszténység. A hindu ember az az örök életbe van zárva. Újra kell testesülni, és újra kell testesülni, és újra kell testesülni, és az egész élet elértéktelenedik, és eljelentéktelenedik, mert nem lehet meghalni. Mert a reinkarnációban a kerék újra és újra és újra visszaforgat téged. Képzelj el egy ilyen életet, nekünk nehéz. Semminek nincs értéke. Nézd meg Indiát, hogy élnek ott az emberek. Egymás fején hátán döglenek, legyen beletik őket, de úgy állnak hozzá a dologhoz, hogy ebben az életemben ronda és büdös feleségem van, de nem baj, mert hogy alázattal gyűröm, akkor talán a következő életemben lesz egy csinosabb, szagosabb. Ebben az életben, tehát egy reinkarnációs tudatba zárva, nincs az egy életnek semmi értéke és semmi súlya. És ez egy gyötrelem. Ez legalább akkor a gyötrelem, mint a mi halálfélelmünk. Tehát legalább akkor a nyomorúság. Mi a nyugati embernek az ábra? A nyugati ember az az egy életben van zárva. Nincs következő, hanem halál van. Halál van. Egyetlen élet. Ezért ebben az egyetlen életben mindent el kell érni, és mindent meg kell valósítani, és ennek a következménye a nyugati élet, a tiprás és elgyűportatás. Az egymáson való átgázolás. Ez ugyanakkor a nyomorúság, hogy nincs következő. A nyugati ember, aki az egy életben van zárva, neki a Jézus Krisztus elhozta az örök életet. Azt mondta, hogy íme itt van az örök élet. Te örök élhetsz, mert te a haláltól rendeksz. Elveszem. A keleti ember az életben van zárva. Ezért neki a Buddha elhozta a nirvánát, azt mondta, hogy itt a halál. Mert te elhoztam neked a végső halál. Az anyag síkján ezek ellentétesnek látszanak. De a szellem síkján ez egynek és ugyanannak a kétféle árnyéka, a kétféle kivetülése, és ezt az egyet hívják úgy, hogy kegyelem. Kegyelem az éhesnek az étel, a szomjasnak az ital, a haldoklónak, vagy a halálra ítéltnek az élet, az életbe kényszerítettnek, az életbe kárhozottnak, annak pedig a halál. Hívjuk nirvánának. Na én azt gondolom, hogy nem az álláspont a fontos, hanem a szellemi alap. A szellemi mag, amely az anyagi világra csak annak körülményeit tekintetbe véve, vagy annak körülményeire vonatkoztatva rávetül. Tehát a körülményekre vonatkoztatva vetül rá a tetraplégiásra, a kegyelem, mint halál, vagy a rákbetegre, a kegyelem, mint élet. Ezért én azt gondolom, hogy őrizzetek, vagy az lenne a tanácsom, hogy lezárva az előadás, vagy mi volt ez? Hogy ne az anyagi világban keressétek az álláspontotokat, mert ez a korruptságnak a síralomföldje, az anyag. Hanem keressetek egy szellemi alapot. Az én számomra a kegyelem az egy ilyen. De keress magadnak egy szellemi alapot, amely szellemi alapnak te a szolgálója vagy, te egy szócsöve vagy, te egy eszköze vagy, és ez a szellemi alap, ahogyan a valóság adott elemeire rávetül, annak a megvalósulása, legyen az élet vagy halál, annak légy te az eszköze. És ha ebben a meggyőződésben, ezen a szellemi alapon állva vagy jelen,
akkor érvelés technika nélkül leszel képes érvényesíteni mindazt a gondolatot, vagy mindazt a gondolat mögötti belső szellemi tartalmat, amelynek a szolgálatába állítottad a saját személyedet. Ezzel a tanácsadat tudok élni, és nagyon köszönöm a figyelmet. Talán én is írtam, majd megnézem.